Sziasztok! Az idei évben is nagyon nagy divat a színes szemhéjtus használata. Ebben a videóban Hilary Duff sminkjének a mintájára bemutatom, hogy hogyan lehet gyorsan és egyszerűen elkészíteni egy ilyen sminket. Egy zselé állagú kék szemhéjtust fogok használni. Mielőtt nekiállnék a szemem kifestéséhez, egy pici alapozót használok a bőrömön, amit egy ecset segítségével fogok felvinni. Mindig az orromtól haladok kifelé az arc élek felé. Fontos, hogy a szemhéjunkra ne tegyünk alapozót, mert ez tönkretelti a szemhéjfestéket. Készen vagyok az alapozással. Vékony ecset segítségével fogom a zseli állagú szemhéjtust felvinni a szememre. Egészen közel a szempillák tövétől fogom végighúzni ezt a vonalat, és fontos tudni, hogy ez nem egy vonal, hanem sok apró vonal. Így kisebb a hibázás lehetősége is. Amíg még friss ez a zselé, addig tudtok vele szépen dolgozni, ha megszáradt utána már sajnos nehézkesen. Ezt a belső vonalat úgy tudjátok meghúzni, hogy picit oldalra néztek. Egy ecset élével. Ha esetleg hibáztatok, ami még friss, addig egy tiszta föltisztító pálcikával tudtok korrigálni. Rendben, és ugyanez a másik szemen. Nagyon könnyen beszárad a zseli alapú tus, szóval mindig ügyeljetek rá, hogy a tetejét rakjátok vissza. És ugyanúgy apró mozdulatokkal. Tehát, ha apró mozdulatokkal csináljátok, akkor kisebb a hibázás lehetősége. Tehát a legnehezebb, hogy ugyanolyan legyen mindkettő. Olyan, mintha egy kis háromszöget csinálnátok, tehát egy picit feljebb jöttök, majd le, és ezt a kis háromszöget feltöltitek. Ehhez már csak egy kevés szempiraspirált fogok használni alul, és egy kevés szájfény. Egy kis gyakorlást igényel, de megéri, mert nagyon látványos ez a smink.